itt vagyunk Genfben, Svájc második legnagyobb városában. Az elsőről már ugye megbeszéltük, hogy Zürich, és ez sem a főváros, meg Zürich sem a főváros, hanem Berna főváros. De, teljesen komolyan. És hát most már francia területen vagyunk, ami azt jelenti, hogy minden egyes helységnevet borzasztó hülyén fogok kimondani. Egyébként Genf sem Genf. Szóval Genf az olyan, mint a nyolcadik utas a halál. Tehát, hogy mi tudjuk, hogy mit jelent, de rajtunk kívül senki. A franciák úgy mondják, hogy Genève, az angolok pedig úgy mondják, hogy... Geneva, nem? Így van. És amit még érdemes tudni Genfről, az az, hogy a lakosság 40%-a az nem helyi, hanem valahonnan ide került a világból, és 20 nemzetközi szervezet is van itt, az ENSZ például, meg a Vöröskereszt. És egy rettenetesen gazdag városról beszélünk, ahol a 2021-es nettó átlagfizetés, nettó átlag 2,1 millió forint volt. Tehát ennek megfelelően az ára, de viszont az körülbelül egy kiló kenyérre elég itt, tehát hogy az árak is ennek megfelelően alakulnak. Ahol viszont most vagyunk, és már is rosszul fogom mondani, az valószínűleg Carouge városrész, ami azért érdekes, mert hogy ez nem is volt Genfnek a része az 1800-as évek eleje előtt, de nem ettől érdekes, hanem attól, hogy ezt egy szárd király építette, méghozzá Nizzát koppintva, majd amikor elkészültek az alaptervek, akkor ide érkezett egy rakás olasz bevándorló, és ők kezdték el tovább építeni ezt a városrészt, szóval, hogy Genfet egy olyan helyen kezdjük, ami egyáltalán nem genfes, hanem sokkal inkább olaszos. Egyébként úgy hívják, hogy szárd városrész. És van itt egy piac, amit megnézünk, meg lehet elvileg reggelizni is. Talán nem annyira drágább, mint bárhol más. Megnézem, hogy mennyibe kerül. Figyelj, a víz az 8. Akkor de. 8 az olyan 3000 forint. Palacsinkát fogunk enni, ha minden igaz, és természetesen egy croque monsieur-t, hogyha már itt vagyunk francia területen. Én azon gondolkodtam, hogy tök jó, hogy kihangsúlyozunk egy ilyen nagyon hangulatos városrészt, ami nem olyan, mint a többi, hanem szár, de hogy a francia sem olyan rossz egyébként, amihez képest ez megkülönbözteti magát. Bonjour! Beszéljek angolul, és akkor nem lesz tévedés. De mi szól hozzám? De nem is tudsz franciául, tehát hogy ugye itt azért... De hogy megpróbáltam, hogy un croque monsieur, s'il vous plaît. Jó, a croque monsieur, ez egy meleg szendvics itt. Végülis az eredeti croque monsieur is, az csak van benne bechamel, nem? Van benne bechamel. Nem tudom, hogy bechamel-e vagy mustár, de valami van benne. Úristen, és írtozatos a jó illatok vannak ezen a piacon. Nyilván van gyümölcs, meg zöldség, meg vannak sajtok, de mindent elnyom az a csirkesütő, amiből mosolyok reggeli után, de meg tudnék enni egy egész csirkét, úgy érzem. Viszont nem csirkét fogunk itt enni, hanem fondüt kell ennünk, mert hogy hol máshol lennénk, mint ahol kitalálták, és most pontosan azon a helyen vagyunk, ahol kitalálták a fondüt. És ugye az előbb voltunk egy helyszínen, ami bár Genfben van, de nem tipikusan genfi. Most viszont átjöttünk egy másik helyszínre. Hanem Szöard. Ami szintén nem Genfi. Pedig Genfben van, szóval körbejárjuk a várost. Kizárólag a helyeket fogunk megnézni a Genfben, ami egyáltalán nem emlékeztet Genfre. Szóval Svájcról nyilvánvalóan mindenkinek az órák jutnak eszébe, meg a bankok, meg az, hogy az emberek kiállnak az utcasarokra, megnézik az órájukat és alapítanak egy bankot. Teljesen jogosan, viszont itt van ez a grott városrész, ami teljes mértékben különbözik attól, mint amit Genfről gondolunk, mert hogy ez egy ilyen bohém városrész. Ami azt jelenti, hogy tele van gírbe-gúrba utcákkal, meg színes házakkal, sőt olyan épületekkel, amikhez hasonlót keveset lehet látni a világban. És mi pont azért jöttünk ide, hogy megnézzük ezeket az épületeket, meg beszéljünk egy kicsit arról, hogy hát egy ilyen bank és pénzügyi központban is van lehetőség arra, hogy például diáklázadásokat szítsunk, mert a 60-as években itt aztán volt mindenféle hippi mozgalom meg hasonló, és most arra már gentrifikálódott ez a negyed, ami azt jelenti, hogy tisztes polgárok laknak erre felé, viszont a jellege az nem sokat változott. Hát kevesebb égő hordó van talán az utcán, ellenben a Gírbe-Gurba utcák megmaradtak, és az izgi épületek is megmaradtak. És ez az első helyemben, ahol az emberek mosolyognak ránk, amikor meglátják a kameránkat, mert az előző szárváros részben például a rendőrt nem hívtak ránk, de hogy kb. Pont azelőtt voltunk egyel, hogy ránk hívták volna a rendőröket. Aha, ott, amott. A törpikeházak. A törpikeházak. Hát ez is mindenféle kommunáknak volt a központja a 60-as években. Viszont ez a Gaudi stílus, amiben felépült, ez
jó, látom, Robi vicsorog, szóval, hogy egy kicsit úgy megrémültél tőle, tehát, hogy a Gaudítól messze, igen, tudom, tehát, hogy ez a szegény ember Gaudia, ugye, amikor mind az Adios cipő az Adidas helyett. Hát, a törpikéknek a Gaudia volt, aki ezt csinálta, igen. Minden esetre a genfiek büszkék rá, hogy van egy ilyenjük is. És hogyha ők büszkék, akkor ki vagyok én, hogy megtagadjam ezt tőletek? Jó, van, mehettünk volna egyébként az ENSZ központba is, mert hogy az első ENSZ központ, Robi kérdezted, hogy mit keres itt az ENSZ, igaz? Hát az ENSZ azt keresi itt, hogy igazából New Yorkban mit keres, mert hogy előbb volt itt az ENSZ, mint ugye a másik világháború utáni független országnak az egyik emblematikus városában, mint hogy ott felépült volna az ENSZ székház. Ha. Szóval, hogy eleve itt kezdett, de továbbra is itt maradt egy csomó központjuk, meg a Vöröskeresztnek is van itt egy központja, meg egy hatalmas múzeuma, de mi most inkább ezeket a bohém részeket látogattuk meg. Megyünk mindjárt ilyen tipikusan genfi részekhez is, magyar kötődéssel, csak gondoltam ide még bekukkantunk. Ugye szoktunk a nézőknek mindenféle tippet adni, hogy hogyan lehet egy utazást olcsón vagy jól leszervezni. És hogyha adhatunk egy tippet, akkor hogyha Genfbe jöttök, akkor okvetlenül a Ritz-Cartonban szálltok meg, mert ez egy viszonylag jó hírű szálloda, és az az igazság, hogy kényelmesek az ágyak benne. És nem érheti csalódást az ember. Nem, ritkán éri csalódást az ember, szóval a Ritz-Carton az többé-kevésbé rendben van. Mi nem itt szálltunk meg, de még csak nem is Genfben, de még csak nem is Svájcban, hanem átmentünk Franciaországba, mert hogy annyira drágák itt a szállások. És nem a Ritz-Cartonban, hanem a legpuruttyább helyen is, egy szobát bérelni is ilyen 100.000 forintos kategória tud lenni. Úgyhogy ehelyett inkább átmentünk Annemasse-ba, ami egy ilyen 15-20 perc alatt érhető el villamossal vagy vonattal, és egyébként oda is jó az a jegyecske, amivel utazunk egész Svájcban, ez a Swiss Travel Pass, és hát ott ilyen töredékáron vannak a szállások. Tehát tényleg 15 perc, másik ország, féláron eszel, harmadáron szállsz. Úgyhogy igazából ez a tuti tippünk Genfhez. Én általában mindig azt mondom, hogy menjünk a belvárosba, amennyire csak tudunk, de itt egyszerűen kifizethetetlen. De a Ritz-Carton se rossz, ha valaki esetleg Zamunda hercege lenne. Elmondom, hogy milyennek a helynek a magyar vonatkozása. Jön egy kis szponzorblokk azzal a céggel, aki lehetővé teszi most már sok-sok éve ezeket az utazásokat, a NordVPN-nel. Ugye ez az a díjnyertes VPN szolgáltató, aminek több ezer szervere van világszerte, azért, hogy egyrészt a szolgáltatást bármikor elérjük, másrészt bármikor megfelelő sebességben érjük el azt. És a NordVPN pokolian gyors. És mint egy jó VPN szolgáltató lehetővé teszi, hogy külföldön úgy netezzünk, mint hogyha otthon lennénk, otthonról meg úgy netezzünk, mint hogyha külföldön lennénk. Igen, mert a VPN az képes elrejteni a hálózat többi része elől a tartózkodási helyünket, így aztán elérhetünk olyan szolgáltatásokat is, amiket abban az országban nem érhetnénk el, ahol éppen vagyunk. Ráadásul, ahogy azt már a máltai adásban is elmondtam, itt voltunk Máltán, van most egy plusz funkció is, az anti-malware szolgáltatás, ami teljesen ingyen elérhető, mindenféle plusz díj megfizetése nélkül aktiválható. Csak egyet kell kattintanunk, és már védve is vagyunk, és ez a funkció nem csak blokkolja a malvereket, de figyeli a veszélyes fájlokat és a weboldalakat is, észreveszi a problémás hirdetéseket, és azokat a programokat, amik megpróbálják lekövetni a tevékenységünket. Hogy ne kövessék le a tevékenységünket. Így lesz a böngészés egyszerre kényelmesebb és biztonságosabb. És most egy még mindig tartó, de továbbra is átmeneti időszakban teljesen ingyen jár a NordVPN mellé az anti-malware, szóval már csak ezért is érdemes gyorsan lecsapni a szolgáltatásra, ami eleve óriási kedvezménnyel rendelhető most meg, ráadásul a videó alatti linkre bökve, vagy a Csaba promókódot használva további egy hónapot kaptok teljesen ingyen. És most beszéljünk arról a magyar szárról. És itt vannak mögöttünk a legdrágább hotelek, itt van a másik oldalon a Genfi tó, és nyilvánvalóan, ahogy most is mindenféle oligarchák a gyermekei nyaralnak itt, ahogy eddig kivettük, hogy kikülnek a különböző sportautókban, annak idején meg európai uralkodó családok szórakoztak és mulattak itt, és egyebek között erre járt például Sisi is. A magyar királynő, aki az 1800-as évek végén 44 évesen 1898-ban elhatározta, hogy ide jön nyaralni, annak ellenére egyébként, hogy hát mindenki az udvarban figyelmeztette őt arra, leginkább a katonai szakértők, hogy nem biztonságos ide jönni, mert hogy Genfben akkoriban meglehetősen zűrzavaros volt a helyzet, na most Sisit ismerjük, önfejű volt, és a tanácsok ellenére is eljött Genfbe nyaralni, egyébként itt van a szobra mögöttünk, és nem véletlenül van itt, szóval épp egy hajókirándulásra indult a közeli szállásáról, és sietve rohant át a parkon, hogy odaérjen a hajóhoz, amikor is elé ugrott egy olasz anarchista, és egy tulajdonképpen egy kiélezett reszelővel szívtájékon megszúrta. És Sisi tovább rohant, tehát felsegítették, ő úgy érezte, hogy nem történt semmi különösebb vele, csak
nem tudta, hogy mi történt. Kemény volt, mint a Tarzan-sarka. Hogy érezte, hogy valami baj van, de tovább ment. Jó, de igen, nem tudta, hogy mekkora a baj, meg azt sem tudjuk, hogy pontosan milyen mélyre ment ez a reszelő, ugyanis fűző volt rajta, és csak amikor a hajón kimondotta rosszul lett, és levették róla a fűzőt, hogy megnézzék, hogy mi történt vele, akkor szembesültek azzal, hogy igazából nem csak nekiugrott egy fickó, hanem meg is szúrta őt, és tulajdonképpen szívtájékon. És akkor már kimondotta rosszul volt szegény, és az utolsó szavai ekkor hangoztak el méghozzá magyarul, a mi történik velem. De ő tudott rendesen magyarul? Tehát ő így beszélt magyarul, mint te meg én? Ő tudott magyarul, és annyit mondott, hogy mi történik velem, majd elájult, utána kikötöttek a partra, visszavitték még a szállodai szobájába, amikor még élt, de aztán kiérkeztek az orvosok, és ők már csak a halál beálltát tudták megállapítani, és ezért van itt Sissinek a szobra. 100 évvel később építették ide ezt a szobrát. Nem ölik meg, még ma is élne. Ebben nem vagyok biztos. Nem? Ezt nem tudom, ezt ki kéne számolni. 44 éves volt, amikor meghalt. De szerintem nem. Nem? Nem. De lehetne körülbelül 170 éves. Hát ez... Jókorban lévő 170-es. Tudod, mi az igazán aljas rész a sztoriban? Nekem már ez is aljas. Tulajdonképpen aljas az egész úgy, ahogy van. Hogy ez az anarchista nem is Sissit akarta megölni, hanem egy másik itt nyaraló európai előkelőséget. Csak fel akarta hívni magára, meg az ügyére a figyelmét. Csak az elutazott, előbb elment. Valami híresség volt, az is most nem jut eszembe, hogy kicsoda, de hogy az elutazott, és akkor gyorsan keresett valakit, megnézte a lapokat, hogy nincs itt valami európai szintű híresség, kiderült, hogy Sissi itt van, és szegénynek ezért kellett meghalnia. Most biztos, hogy nem fogom elmondani kamerában, mit gondolok. Mit gondolsz? Mert ugye ki kell mennünk arra a mólóra, hogy fondüt együnk. Jó. És a mólón egy kapun át vezet az út. Ami, hát szerintem egy garat. Ja, egy garat, nem? Lehúzó pénznyelő? Nem, ott garat. Is... Garat, tudod, van a torkodban, vagy mi lehet ez még? Ezt észre se vettem. Ezt észre se vettem. Akkor mit vettél észre? Hát, hogy itt van egy kapu. Hát mi? Ezt nem vetted észre. Amíg oda nem állt fel és elkezdtél integetni, miért integetsz ezen a rúzs? Ezt nem látod, de akkor mit látsz, ha ezt nem? Nem vettem észre! Oké, szóval, hogy ott állok egy viszonylag egyértelmű szimbólum közepén. Jó, szóval megmutattam, figyelj, megmutattam ezt neked tényleg 20 méterről és nem. Akkora, hogy nagyobb, mint az életnagyság, ugye? És nem ismerted meg, nem vetted észre. Nem, én azt hittem, én ezt a bódét néztem, és nem néztem a bódé mögé, tehát a nyúlon túlra nem láttam. Éljen a vulva. Ez az... Éljen a vulva kiállítás, és itt ezen a mólón egyébként nem csak fondűt lehet kóstolni, és nem csak vulvákon lehet boldogan átsétálni, hanem van itt egy strand is, ahol hát úszni lehet, de ki az az őrült, aki ilyen vacak időben kijönne ugye úszni a Genfi tóba? Hát ők azok. But now you're saying you have to go, just like a lightning from a clear sky. I wasn't ready to say goodbye. Az derült ki, hogy 25 a fondű. Gondoltam, hogy ez egy adag, a fürdő fondűje, de hogy kivittek egy ekkora tálat, egy vödörben vitték ki a fondűt, az igazából két embernek is elég. És 25-ért itt még semmit se ettünk, de még bureket se, az is 27 volt reggelire a burek. Három, de igen. A három, igen. És amit viszont nem lehet itt csinálni, az a kártyával fizetés. Ki van írva, hogy 100 frank alatt nem fizethetsz kártyával, úgyhogy még jó, hogy van velünk egy kis kávé is. Tehát a hely hangulata nagyon jó. Amerikában látunk hasonló mólókat, amik tele vannak éttermekkel. Egy az egybe hozza azt az érzést, csak nem kell annyit utazni miatta. Még vonattal se kell szinte annyit utazni, mint oda repülővel. Kérünk még Chardonnayt, meg Coca-Colát. Nem, gyömbérszörpöt. Hát akkor ezt magyarázz el neki, hogy gyömbérszörpöt kérsz. Mondd el, hogy gyömbér, zsömbér. Keresünk valami helyet. Kecskesajt, paradicsom tészta. Ezt szoktuk otthon is csinálni. Francia kecskesajt borsa sokkal rosszabb. Olyan friss, mondj ő. Van ennek is ilyen trükkje, mint a méznek? Nagyon finom. Nagyon jó. És ez alapvetően egy ilyen téli kaja, de szerencsére megjött az is. Tehát júniusban nincs akadályosváltva. Lehet bármikor tél. És most van. C'est magnifique. Na, ez jó volt,
sajt. És tudod, mi a legjobb az egészben, hogy a gruyère sajt, amiből készül a fondű, az annyira drága mindenhol a világon, hogy az nem tud még itt se sokkal drágább lenni. Milyen sajt? Amiből csinál a croque madame-ot is, meg a croque monsieur, gruyère sajt. Az egy svájci sajt, ami itt őshonos, és abból kell készíteni a fondűt is. És még ezek a labirintusok. De hogy szóval... A legjobb az a tészta volt. A kecske sajtos tészta. Az valami szenzációs. Viszont ahova most ki akartunk jönni, az a... Zseddó. Szóval, hogy... ehhez akartunk kijönni. És ez a 140 méterre felszökő vízsugár, ez most már körülbelül 60 éve Genf egyik fő nevezetessége. És... hát baromi régóta csodálják meg az emberek, pedig ha tudnák, hogy ez tulajdonképpen csak egy túlnyomás csökkentés, szóval, hogy van a közelben egy ilyen vízerőmű, és annak a túlnyomását csökkentik ilyetén módon. Vagy kezdték el nagyon-nagyon régen, aztán helyezgették ide-oda ezt a túlnyomás csökkentő, de hogy ez nem azért van, hogy a turisták örüljenek, hogy mi itt tátott szájjal figyeljük, hanem azért, hogy de ne robbanjon fel az erőmű, vagy mit tudom én micsoda. Na jó, de őszintén szóval ez nem is egy nagy szám, tehát hogy amikor én ezt mondtad, hogy ez a látványosság, akkor így vállat vontam rá, hogy most tényleg priccel fel a víz. Ó, de hát 140 méter az mégiscsak sok, hogyha azt kiszámolod. Jó, de így már... Az egy 40 emeletes ház. 40 emeletre felülni a vizet, az tök jó. Kicsit olyan, mint a Piedona Egyiptomban végén, amikor megfúrták, tudod, azt igen, a csatornát, és azt hitték, hogy olaj jön fel igen, a föld alól. Szóval, hogy mindenki jön, hogy jaj, de szép, és közben meg csak itt olyan erőködnek, hogy ne robbanjon fel a vízerőmű. De minden esetre... Na de így jó, hogy ez egy melléktermék, amiből lett látványosság, így tetszik. Tudod, miért kár, hogy esik? Hát számosokból, igen. Nem, de úgy megmutatnám a nézőknek, hogy milyen ez a tó, amikor nem esik. Ugye tényleg, amikor jöttünk idefelé vonattal, akkor láttuk, hogy mennyire csodálatos ez a táj, és az egyik legszebb a világon. És most egyáltalán nem adja ki. A tónak sem olyan a színe, az égnek sem olyan a színe, fáknak sem olyan a színük. Mondjuk tegnap tényleg hogy nézett ki, atya úristen, de gyönyörű volt. De még jó, hogy felvettük. Szemedig se látsz el. Este is van. Büdös is van. Büdös is van, ezt akartam én is mondani. Menjünk haza. Hogy a tábla is jelzi, itt van a közelben Evian, és Evian egy vízmárkának is a neve, és az a víz, az tulajdonképpen ugye a Rhön folyónak a gleccseréből táplálkozik. Tehát, hogy a Rhön folyó az, ami áthalad Genfen is, sőt a genfi tavat is a Rhön folyó táplálja, meg az Evian részvényeseit is a Rhön folyó táplálja elvileg. Ezért nagyon kevés benne az ásványi anyag, azt tudta, de hogy a budapesti csapvízben több ásványi anyag van, mint az Evianban. Persze, mert a gleccservíz az egy kilúgozott valami. Így van. Figyelj, szarrázunk. Hát igen. De hát mire számítottunk? Tehát, hogy emlékeztetnélek rá, hogy ugye nálunk még a Death Valley-ben is esett, ahol soha nem szokott. Most meg eljöttünk a világ legcsapadékosabb országainak egyikébe. Salzburg környéken kéne egyszer forgatnunk. Mert ott most szárazság van? Nem, az tényleg a legcsapadékosabb a világon. Lehet, hogy túlcsordulna. Egy szárazság köszöntene be, ha oda mennénk. Hát senki nem örülne annak. És előjött újra a nap. És hogyha valamit megtanulhattunk Svájcban az elmúlt napokban, akkor az tulajdonképpen tökéletesen egybevág azzal, amit egy helyi magyarázott egy külföldi kollégájának a fondűs helyen, aki meglepődve tapasztalta, hogy tegnap még nyár volt, ma meg már november, és mondta, hogy ne lepődjön meg, mert hogy itt nem egy napon belül változnak az évszakok, hanem ilyen napszakokon belül. És tényleg az volt, hogy az előbb még majdnem megfagytunk, most meg baromira meleg van Genfben, de ugyanez van Zürichben, és ugyanezt tapasztaltuk Luzernban is. Úgyhogy ha valaki Svájcba jön, akkor az mindenféleképpen rétegesen öltözzön, és a rétegezés alatt azt értem, hogy legyen rajta felül egy esőálló kabát, egy vastag pulóver, alul meg legyen egy fürdőgatya rajtunk, nem? Hát Zürichben hogy akartunk fürdeni? Mielőtt megfagytunk volna. Ez pedig itt a Saint-Pierre katedrális, amit kizárólag a
napszövegemben tekinthettek meg, nem viccelek. Szóval, hogy ez több okból is érdekes. Egyrészt azért, mert az alapja egy negyedik századi bazilika, viszont hát ilyen egész világ szempontjából is van neki jelentősége, ugyanis az egyre elégedetlenebb genfi polgárok a középkorban nagy örömmel fogadták a protestáns tanokat, olyannyira, hogy maga Kávé János is megérkezett a városba, és oda bent van a széke, amiben ő ücsörgött, és hát azért őrizték meg a székét, mert Genf a kávénizmusnak egy ilyen nagyon súlyos központjává vált, szóval Kávé János megalapította itt az egyetemét, aztán olyannyira terjedtek itt a református tanak, hogy egy ideig a református Rómának is hívták ezt a várost, és a mai napig őrzik Kávénak a székét. Úgyhogy, ami még további érdekesség, hogy elvileg fel lehet menni a toronyba is. Megpróbálkozunk vele. De nem ígérek semmit, csak vért, verejtéket és könnyeket. Főleg szegény Robinak, akinek cipelnie kell még egy ilyen 20 kilós táskát is. De állítólag nagyon szép onnan a király. Nem spoiler ezek tovább, mert hát most nem is lehet felmenni, de azért megpróbáljuk, na. És a torony felé vezető úton egy Gustav Eiffel steampunk filmben találtuk magunkat, nem? Tehát, hogy olyanok itt a díszletek, mint hogyha ez egy hollywoodi produkcióhoz rendezték volna be. Hallod, de hogy is, amúgy két torony van egyébként, fel lehet menni a délibe is, de nem érdemes, mert hogy az igazi panoráma a tó felé, azaz északi toronyban van. Persze, ha valaki tornyot akar mászni, akkor az szuperül érezheti magát, mert itt kettőt is megmászhat, de ha valaki kizárólag a látnivalók miatt jön ide, akkor annak ajánljuk az északit. Ugyanis északra van a Genfitó. De azért az egész másképp néz ki, mint amikor kajátunk, nem? Tetszik? Aha, szép nagyon. És most nézzétek meg, tehát tényleg ez az a városrész, amit bejártunk az elmúlt órákban, és emlékszünk rá, hogy milyen volt, amikor tök szürke volt az egész, de ennek már nyoma sincsen. Itt van a csodálatos Zürichi tó, ami lélegzett elállító élményt nyújt, akárhonnan nézed. És mondanám, hogy akármikor, de nem. Tehát amikor kék az ég, akkor esik le az állat tőle. Egy hatalmas kiterjedésű tó, ami majdnem négyzetméterre akkora, mint a Balaton. Szóval az egyik ilyen 580, a másik meg ilyen 590 négyzetkilométer. Szóval, hogy ilyen hiba határon belül van a különbség. És gondolom, hogy ha az egyik egy kicsit apad, akkor kb. Akkora, mint a másik. És az nagy. Szóval, hogy ezek azért elmaradnak a Ladogató mellett, ami Európa legnagyobb tava az oroszoknál van, és ilyen 17700 négyzetkilométer, ezek meg majdnem 600. De szeretjük őket, mert szépek, és közelebb vannak hozzánk. Ez meg különösen lélegzett elállító innen a toronyból, úgyhogy megéri feljönni, és egyébként nem annyira nagy para, mint amire gondoltunk, nem? Tehát, nem, én meg tudom erősíteni parázt. Néhány perc alatt tök jó. Megmásztuk, megcsináltuk, értetek. És azt nem mondom, hogy azért, hogy nektek már ne kelljen, mert ha ide eljöttek, akkor ez a 7 svájci frank, ez a legmegérősebb befektetés mindközül. Gyönyörű. Esőben egyértek. De hát azt nem tudják szegények, mi az, hogy esőben ne jöjjenek, mint hogyha ez egy ilyen előre tervezhető dolog lenne. És itt látszik, hogy azért annak ellenére, hogy nem tűnt egy nagy hegymászásnak, tök magasra feljöttünk. Ezt a tornyot néztük lentről, és onnan elérhetetlenül magasnak tűnt, és még most majdnem ott vagyunk a tetejénél ennek a toronynak. Sokkal több van belőle lefelé, mint felfelé. Na, és most, hogy ezzel is megvagyunk, már csak mit kell megnéznünk? Egy Cartier ékszerboltot? Nem, egy Patek Philippe óraboltot? Nem, noha még múzeum. Rolex-re megyünk természetesen. Ott fogok vásárolni. Nem, a város magyar kötődésével kapcsolatban kell felkeresnünk. Jó. Még két helyszínt. Ugye volt már egy? Sisi? Sisi, persze. Sisi. Sisi. Az egyik magyar kötődés Bocska István szobra a nagy kávinista emlékművön, ami mellett most fiatalok tanulnak táncolni. És az utolsó magyar kötődésünk mára a Bartók Béla tér, ahol elvileg van egy Bartók Béla szobor is valahol. Az a helyzet, hogy amire rájöttünk, itt a parkban sétálva, meg Genben össze-vissza poroszkálva, hogy vannak dolgok, amikhez szükséges pénz. Tehát az, hogy jól érezd magad attól, hogy megveszed a 27. Rolexet, ahhoz nem árt, hogyha genfi vagy. Viszont itt a parkban, meg rendkívül sok helyen nem azért érzik jól magukat az emberek, mert olyan kőgazdagok, hanem azért, mert megtalálják a mindennapokban azokat az ingyenes szórakozási lehetőségeket, amik nekünk is rendelkezésünkre állnak otthon, de valahogy nem élünk velük. Szóval, hogy itt vannak ezek a sakkozó bácsik, az összes sakkozó hely, az le van foglalva, és az emberek ott játszanak. Néhány pingpongasztal van, mindenki pingpongozik. Ott egy apa frisbizik a fiával, egy másik anya meg a 12 éves fiával monopolizik hétköznap délután a parkban, tehát, hogy
ezekhez nem kell pénz, ezekhez csak elhatározás kell, és mintha már Magyarországon is elkezdett volna megjelenni parkokban itt-ott ez a fajta mozgalom, hogy érezzük jól magunkat ingyen, de hogy nem igazán terjedt el, és Magyarországon is az a baj, hogy legtöbbször ezt a külföldiek csinálják, szóval, hogy ezt azért el lehetne tanulni. Ezt tulajdonképpen nagyon-nagyon el kellene tanulnunk tőlük, mert hogyha ez megvan, akkor erre építve már jobban fogjuk élvezni azt is, amikor megveszük a 27. Rolexet és rárakjuk a karunkra. És látjátok? Hirtelen megint tél lett, az adás végére betelült, és hogyha még adhatunk egy jó tanácsot, akkor mindenképpen megemlíteném nektek jó szívvel az adásunk szponzorát, a Hello Utazót, akivel utasbiztosítást lehet kötni, méghozzá online módon, akár alkalmazás segítségével, ezt be is linkeltem a videó alá, és hát, hogyha Svájcba jövünk, akkor mindenképpen érdemes ilyen utasbiztosítást kötni, hiszen itt minden írtózatosan drága tud lenni, és hogyha problémát okoz egy flakon víznek a kifizetése, és én kezdem úgy érezni, hogy az is problémát okoz nekünk, akkor képzeljétek, hogy milyenek itt az orvosi költségek, úgyhogy őket jó szívvel ajánljuk. Ezt az adást pedig hol máshol fejeznénk be, mint a túlnyomás kiegyenlítő árnyékában, nem? Hát, hogyha van egy legendás spot Genfben, akkor ez az. Nem mondom, hogy ez a kedvencünk. Mi volt a kedvencünk Genfben? Hm? Nekem az étterem a... Pont a túlparton, igaz? Igen. Te átmenjünk ez alatt? Vagy ez teljes hülyeség lenne? Nem, csak... nem tudsz átmenni alatta. De nézd meg, hát ott mennek az emberek át a túloldalra. Igazából lehet, hogy olyan, mintha csak esőben sétálnánk. De nézd, csak egyetlen vékony sáv van, ami kellemetlen. Tudod, mi a baj? Ha egyszer átmentünk, akkor onnan már nincs más út visszafelé, csak ez. Aha. Francba. Majd elmondom, milyen! Nem jó! Nem jó! Áj, de nem jó! De megcsináltuk. Maradj nyugodtan! Na figyeljetek, ez az adás ennyi. Köszönöm, hogy velem voltatok. De jövünk vissza még további epizódokkal Svájcból, és a következő rész az, ha minden igaz, egy olyan helyszínről fog bejelentkezni, amit már nagyon régóta meg akarok örökíteni, és amivel kapcsolatban ti is már nagyon-nagyon sokszor írtátok, hogy nem akarok-e elmenni oda forgatni, így, hogy Genfben vagyok. Nagyjából már sejthetitek is, hogyha tudományos és technológiai vetületei is vannak ennek a show-nak, akkor mégis hol megyünk holnap, az király lesz. Köszönöm, hogy velünk voltatok, vigyázzatok magatokra, sziasztok! Visszafele azért nem volt olyan rossz, mert már tudtam az odaútból, hogy nagyon-nagyon rossz lesz. Esik az eső. Tényleg? Ez az eső. Nem, azt nem szoroz.